Szeretettel üdvözlök mindenkit! Bemutatkoznék, mielőtt az egész mondókámat elkezdeném. Delon vagyok. Aki ismer, azt tudja, hogy mivel foglalkozom, illetve tudja, hogy már jó ideje elcigizek. Ezt a videót azért készítem, mert van egy készülék család, illetve egy gyártó, aminek a készülékeivel egyre több probléma adódott az utóbbi időben. Ám bár vannak jó készülékei a gyártónak. Én is használok ettől a gyártótól készülékeket. Az egyik ilyen kedvencem a Fullis mechanikus mód készülék, vagy közel 7 éves BT50-es, 50 wattos, varivattos készülék, vagy akár a V-Max vagy Z-Max csőmódok, amik mind a Smoke-nak a termékei. Sajnos a Smoke belekerült abba a csapdába, hogy elkezdett egyre több nagy teljesítményű készülékeket gyártani, ami valójában sem más nem szól, mint hogy hatalmas nagy kötfelelőket eregessünk, hatalmas nagy teljesítménnyel, ám bár a készülékben levő alkatrészek viszont annyira határon vannak járatva, hogy előbb-utóbb ezeket a nagy terheléseket meg fogják hálálni. Ez köszönhető annak is, hogy a készüléknek vagy természetes melegedése, valamint abból adódóan is vannak problémák, hogy a userek, felhasználók úgy használják ezeket a készülékeket, ahogy nem szabadna. Tehát sajnálják esetleg egy töltőre a pénzt, és inkább USB csatlakozón keresztül próbálják tölteni a készülékbe levő cserélhető akkumulátorcellákat, holott ezek az USB csatlakozók, amik ezeken a készülékeken vannak, valójában szoftver frissítésre szolgálnak, valamint vészmegoldásként vannak elhelyezve a készülékben, hogy esetleg egy buliban vagy rendezvényen használjuk a készüléket, és hazafelé mellett nem szeretnék, hogy lemerüljön, akkor egy normál, maximum 1000 mAh-as töltőadapterrel USB-n keresztül tudjuk tölteni a készülékbe levő cellát, hogy azért mégis a nap végéig kitartson a készülékbe levő cella, főleg, hogyha ilyen nagy terhelést használjuk, mint amit ezek a készülékek képesek. Ami ezt a videót készítem, valójában egy olyan készülék a Smoke család termékpalettájáról, amivel igazából nagy probléma nincsen, csak annyi, hogy be van kapcsolva a készülék, és nyomom a gombot, és egyszerűen nem hajlandó izítani a kazánban levő tekeréseket. És itt nem az állatról van szó, nem arról, hogy nincs benne tekerés a kazánban, vagy nem arról van szó, hogy esetleg nem megfelelően van meghúzva a csavar. Meg tudom mutatni, ott van benne a tekerés, és nem lötyög, nem zörög, tehát helyén van, és hiába nyomom a gombot, nem történik semmi. Azt írja, hogy no coil, mint ahogy látható. Mi ennek az oka? Alapjában egy olyan jelenség, ami régebben az EGO akkumulátoroknál is előfordult, vagy bármilyen készülékre igaz ez a történet, hogy a középérintkezők vagy szilikon, vagy műanyagágyban vannak elhelyezve. Ami valójában nem lenne probléma, mindaddig, amíg ezek a középérintkezők nincsenek túlságosan mélyen beleültetve a szilikonágyba, és ezáltal nem érik el a kazán alján levő középérintkezőt. Régebben egy másik videóban ezt már elmagyaráztam és elmutogattam, de itt is megmutatom, miről van szó. A kazán betétem, valójában egy bázis rész, egy hosszú fémtüskével érkezik a középérintkezőhöz, ez a pozitív pont, ez a negatív pont. A készüléken a mellettes rész a negatív pont, középen van a pozitív. Itt látszik egy kis piros csík, az nem más, mint a pozitív ponton ráforrasztott húzal. Alapjávéve itt is egy szilikonágyban van ez az érintkező. Két lehetőségünk van. Az egyik az, hogy lapos csavarhúzó vagy műszerész órás csavarhúzóval fogjuk és óvatosan följebb emeljük ezt az érintkezőt. Persze az akkumulátorokat szedjük a készülékből, hogy véletlenül se ízítsunk rá, vagy ne zálatoljuk le, mert tönkretesszük a készüléket. Tehát fogjuk ki, följebb piszkáljuk ezt az érintkezőt. Ám bár én ezt a megoldást nem javasolnám egy kezdővépernek, egy szakavatlan kéznek, esetleg egy olyan szakmában dolgozó emberkének, akinek az elektronikához vagy a mechanikához nem sok köze van, mert hogyha túlságosan kiemelsz az érintkezőt, az érintkező mellett be tud folyni a likvid az elektronikába, a likvid a vépelés közben képződő párát megköti és zálatot tud okozni, vagy annyira kiemeli, hogy a forrasztás letörik a középérintkezőről, és akkor jön a probléma, hogy forrasszam vissza. Hát mondjuk megvan rá a megoldás, tehát egy szakember vissza tudja ezt forrasztani a helyére, de alapjelvéve ez a két probléma tud fölmerülni. A másik megoldás az lenne, hogy kijebb tekerik ezt az érintkezőt, és úgy tekerik vissza a betétet. Ám bár ilyenkor azt következik, hogy amikor kijebb tekerem, a középérintkező elkezd lötyögni fölle. Ami valamilyen szinten nem igazán tökéletes megoldás, nem tökéletes a kontaktus, össze-vissza mozog, lezállatoltas ezek a tekerés a bázis részhez, nem jó. Mi a megoldás? Semmi más, mint a legegyszerűbb és a legolcsóbb megoldás,
Egy közönséges porlasztó betétnek a szilikon tömítését tudjuk használni erre a célra. Ami a kezemben van, az öregebb véperek tudják, hogy mi ez, ez egy Helix V3-as kazánnak a porlasztó betétje. Ezen van kettő darab olyan szilikon tömítés, hogy teljesen jó erre a célra, de használhatunk akár egy Kangertech betétet, vagy bármilyen betét, aminek az alsó középérintkező egy szilikon vagy gumi érintkezőbe van beleültetve, és meg tudjuk oldani ezt a problémát hogyan. Nagyon egyszerűen, megmutatom. Tetejéről lehúzom ezt a szilikon csövet, mert ez is jó lehet. Például a Helix V3-asnak a tetejére a szilikon cső egy tökéletes megoldás. Én ezt javasolnám elsősorban. Vagy az alján levő középérintkezőnél levő szilikon betét, tehát is felhasználjuk, ez pedig ő lenne. Ezt is lehet használni, ám bár itt, amikor ezt rátesszük erre a menetes tüskére, és úgy próbáljuk visszatekerni, erősen meg kell nyomni, hogy ez belapuljon annyira, hogy bekapjon a menet a helyére, és jó rögzítsen. Ezért ez a megoldás egy ilyen vész megoldás, ha más nincs kéznél. Legjobb a Helix V3-asnak a tetején levő szilikon kis sapka, és megmutatom, ezt felem kell használni. Letekerem a centerpint, és behelyezem a tüskét a szilikonba, így, helyre igazítom, így látszik, hogy ez rajta van ez a szilikon, és fogom, belekapatom a bázis részbe a tüskét. Ám bár vigyázni kell arra, hogy itt van az aljában egy műanyag kis cső, egy a válasz cső, amit mindjárt le is fogok ejteni. Tehát ő, ez nehogy elveszem, mert ha ez hiányzik, akkor az állat lehet. Tehát ez mindenképpen kell, mert ez vezeti meg a tüskét a középirányba, hogy ne legyen zárlat. Megfogom a pozitív érintkezési pontját a centernek, tehát belekapatom a érintkezőt, és meghúzom a csavart. Így. Tehát rajta van a szilikon, szabadon van a pozitív érintkezési pont, negatív érintkezési pont szintén, és hiába nyomkodom az alját, nem mozog el a érintkezés. A tekerés az a levegőben van, tehát nem ér hozzá semminek, csak a bekötési pontoknak. Most a helyre betekerem a porlasztó betétet, és megnyomom a tűzgombot, már is a készülék ki a nyufkoil. Benyomom a nyufkoil, oké, leokéztam, nyomom a gombot, már is elkezd izzani a tekerésünk gyönyörűen. Tehát ez a megoldás. Nem kell hozzá atomfizikusnak lenni, csak egy kicsit kreatívan gondolkodni. Tehát bármilyen porlasztó betétnek az alsó szilikon csöve is megfelelő, vagy a Helix V3-as porlasztó betétnek a felső szilikon sapkája. Teljesen jó erre, hogy megemelje annyira az érintkezőt, hogy hozzáérjen megfelelően a kazán téren belül levő pozitív ponthoz, és akkor onnantól kezdve tökéletesen fog működni a készülék. Remélem, hogy ez a kis videóval segítettem mindenkinek, nem tántorítottam el a Spoke termékektől, mert alapjában vannak jó készülékei a Spoke-nak. Nem feltétlenül kell nagy teljesítményt hajtani ezeket a készülékeket, mert sajnos előfordul az, hogy például műanyagágyban vannak ezek az érintkezések, és a hő hatására kilágyulnak ezek az érintkezések, és lejjebb tud csúszni az középérintkező, akkor viszont már szervizbe kell fordulni, de alapjávéve vannak megoldások és trükkök, amiket szépen lassan mindig meg fogok mutogatni. Mindenkinek jó egészséget kívánok, jó közelést, és kifutatva a mennyiségű likvidet, és hamarosan találkozunk meg másik ilyen segítő videókkal. Sziasztok!